egy mondatot szeretnék idézni. A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a közömbösség. A közömbösségről azt mondhatjuk, hogy a lelkéletnek a legsúlyosabb betegsége. És ez azt mutatja, a közömbösség már lelki értelemben, hogy a lelkiéletünk hiánya, ez egy jelzés, az érdeklődés hiánya Isten iránt, emberek iránt, az érzelmi viszonyulás hiánya Isten iránt, ember iránt. A közömbösség kérdését, ezt a fogalmat a tudományos világban is használják, részletesebben foglalkoznak úgynevezett közömbösségi görbékkel. És hát ami nagyon a világban ugye fontos ezeket a dolgokat ismerni, de mi nem ezzel foglalkozunk, hanem a lelkiéletnek a közömbösségi görbéjét nézzük meg. Hogy is van. Tehát azt mondanánk leginkább, hogy a szeretet ellentéte vagy másik pólusa a gyűlölet, de nagy igazság van ebben, hogyha megszűnik bennünk a szeretet, akkor közömbössé válunk, és ez volt a bűne az efézusi gyülekezetnek, a nagyon lángoló efézusi gyülekezetnek, a nagy, híres világvárosban megtérteknek, ez volt a nyomor jele, hogy közömbössé váltak Isten iránt, emberek iránt. Még talán volt valami kis ügybuzgalmuk, egy ideig, aztán gondolom az is elmúlt. Hogyan állok én, hogyan vagyok én, hogy képes vagyok a Krisztusban élni, vagy rám jött a közömbösség, amit több minden kialakíthat, így aztán a legfontosabb dolgok, a lelki élet lehanyatlott, és ezt meg is lehet szokni, és esetleg egy jó prédikációtól várjuk, vagy egy ébredési hullámtól, hogy majd valami változik, de nekünk valóban a kört meg kell rajzolni, és a kör közepére állni, és azt mondani, hogy a probléma a kör közepén van. Ez nagyon divatos dolog, a szeretet, biztosítani a másikat, nagyon szeretlek. Az én gyerekkoromban erről úgy nem beszéltek, olyan szemérmesek voltak. Még a szüleimre sem emlékszem, hogy mondták volna, hogy így szeretlek, úgy szeretlek. Ez nem volt szokás. Azt hiszem, ez amerikai szokás, ami jó dolog, hogy a másikat biztosítom a szeretetemről, és azt mondom, hogy szeretlek, hogy kimerem mondani a gondolataimat, de én úgy gondolom, hogy a szeretet az egy lelki dolog, nem csupán ugye testi dolog. Ma reggel a Rómabeliekhez írt levél 8. részét olvastam, és ebben az van, hogy mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira, mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Hogy ez attól függ, a testi ember nagyon önző ember tud lenni, és tulajdonképpen észre se veszi, hogy mennyire közömbös a másik iránt.
Csak az a fontos, hogy ő neki meglegyen az, amit ő szeretne, olyan környezetet teremthessen, élhessen, és hogy nincs meg az a másikra való gondolás. A legnagyobb szeretet, ha valaki életét adja a barátaiért, mondja az ige, tanít bennünket Jézus. Mennyire adom oda az életemet az Úr Jézus Krisztusnak, mennyire szeretem Istent. Mert ugye szeretetről azért akkor lehet beszélni, hogyha a szívemben ott van az Isten szeretete. Vajon szeretem én az Úr Jézus Krisztust? Hogyan? Mert ő úgy szeretett, hogy az életét adta a kereszten értem, hogy megmentsen. Mennyi telik ki az én szeretetemből? Ugye egy férfi napon az ember végig gondolhatja ezt, hogy megvan-e bennem az Isten szeretete, Jézus szeretete, az emberek iránti mentő szeretet megvan-e, vagy pedig van egyfajta ilyen világ szerint meghatározott szeretet, aminek ugye vannak ilyen felszínes részei, hogy nagyon szeretlek, megsimogatom. Ez is hozzá tartozik, hiszen az érintés is nagyon fontos dolog, de hogy a lélek és a lélek által való szeretet, hogy mennyire van meg bennem, az azért teljesen más. A szeretettel kapcsolatban én most már évek óta nagyon komolyan foglalkozom ezzel, hogy az rendben van, hogy szeretek valakit, de hogy vajon jól szeretem-e. A hasznukra van a szeretetem. Előrébb visz az én szeretetem. És gondolom, hogy egy szülő ugyanígy van a gyerekével, hogy megad mindent, de vajon jól szeretem? És hogy Krisztus jól szeretett, mert az egész életét odaadta, hogy üdvösségünk legyen. És hogy az, amit adok, és az, amit teszek, hogy az a helyén való legyen, hogy a másikat előrébb vigye. Ugye szoktunk beszélni a majom szeretetről, amikor a gyerekek mindent megkapnak otthon, aztán nem lesz belőlük mégse az, amiért mi mindent odaadtunk. Hogy ez egy nagyon nagy felelősség, és sokszor ott állok az Úr előtt, és azt mondom, hogy Uram, nem tudom, hogy kell jól szeretni. Vezess engem a te lelked által, hogy az előrébb vívő szeretet legyen, ne engem vigyen, hanem akit szeretek. És hogy van a szeretetnek egy ilyen üres járata, és van a szeretetnek egy nagyon mély, előrébb vívő kegyelme, és ha ezt tudjuk, akkor nagyon sokat adhatunk. Aztán nagyon sokszor, amikor látjuk, hogy a szeretetünk nem ér semmit, és olyan hiába való, akkor pedig olyan közömbössé válunk. És akkor már nem is teszünk semmit. Hát ez a legnagyobb dolog, akkor is szeretni. Pál apostol azt mondja, ti kevésbé szerettek, én akkor is szeretlek benneteket. Én ezen annyit elgondolkoztam, hiszen az ember sokszor átéli ezt a kevésbé szeretést, hogy a második, a harmadik, az utolsó, meg egyáltalán, mert hogy az ember meg azt szereti, hogyha ő az első. De milyen jó, hogy az Úr tanít bennünket erre a szeretetre. A közömbösséggel kapcsolatban még csak pár gondolatot mondanék. Tehát ez egy súlyos bajt idéz elő például a családban, amikor a férj közömbössé válik a felesége iránt, vagy a feleség közömbös a férje iránt. Vagy megtapasztalod azt, hogy vannak gyerekeid, és hogy közömbössé válsz a számukra, hogy esetleg úgy elnéznek melletted, rohannak, és nem törődsz velük, és tudod, hogy mennyire fáj a gyerekeidnek,
hogyha csak azt kérdezed meg, hogy hazajöttél az iskolából, feleltél, és közömbös vagy az iránt, hogy mi zajlik benne. Közömbös vagy az iránt, hogy neki van-e öröme, szorongása, félelme, és egyéb dolog, ezt várná, hogy te valami érdeklődést mutass, de a gyereknek elkezd fájni az, hogy közömbös vagy, és a magad dolgaival vagy elfoglalva, úgyhogy előkészíted a gyerekeid útját a pokorra, a közömbösségeddel. És mit szólsz hozzá, hogy amikor te irántad közömbösek az emberek? Azt hiszem, hogy ez egy kicsit fáj. Képzeld el magad, hogy baleset ért az utcán, és ott fekszel a járdán, és elmennek melletted, közömbösek. Esetleg egy megjegyzést kezdenek, hogy igen, berúgott, vagy agyondrogozta magát, vagy valami. Itt fekszik, az útunkban van. Köpnek is egyet. Nem fáj ez neked, hogy esetleg közömbösek az emberek irántad? Mert Istennek fáj az, hogy te közömbös vagy iránta, hogy nem keresed őt, nem szomjazod őt, nem vágyik a lelked utána, nem kiáltasz hozzá a hiány idején, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Tudd meg, hogy Istennél nincs ilyen, hogy közömbösség, hogy ő közömbösen nézne ide a földre, az életbe, vagy rád, vagy a családod életébe. Isten nem közömbös, és hogy az Úrnak nagyon fáj, amikor közömbösséget tapasztalt, gondolja arra a jelenetre, amikor Jézus megérkezett Jeruzsálembe, és sírt, nagy-nagy könnyeket hullatott, mert közömbös volt az egész Jeruzsálem népe az Úr iránt, és hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mondta Jézus, mint kotlós az ő csibéit, ahogy összegyűjti, de ti nem akartátok. Közöny megakadályozott benneteket abban, hogy a Krisztusban éljetek. Inkább szerettek a Krisztus mellett élni, mint a szőlőkaró a szőlőtő mellett, hogy nincs gyümölcs, se virág, se élet, se öröm, hanem kiszáradott élet. Fontoljuk meg ezt a dolgot. Miért tűrjük meg magunkba a közömbösséget? Mi juttatott oda minket, hogy közömbössé váljunk az Úr iránt, az ige iránt, a nyomorultak iránt, a család iránt, a feleség iránt, a férj iránt? Mi az oka ennek? A közömbösséggel kapcsolatban még egy gondolatot említek meg, így szokták ezt számon tartani, hogy van pozitív közömbösség és negatív közömbösség. Negatív közömbösség az, amiről eddig beszéltünk, hogy egymás iránt, Isten iránt és egyéb dolog. A pozitív közömbösség pedig az, amit Pál apostol említ, hogy nékem megfeszítetett a világ. Vagyis egy halott közömbös a világ felé, megszúrják, ledobják, ordítanak rá, nem válaszol. Tehát ez egy óriási nagy dolog, hogyha a világ, a korszellem, a hazug világ, a gonosz, sötét korszellemmel szemben vagyok közömbös. Ez a pozitív közömbösség.
annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy te szerint éljünk. Mert ha te szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedtünk, hogy vele együtt dicsőítsünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. A római levél 8. részében rengeteg üzenet van, ez csak egy kicsi része, amivel most délelőtt foglalkozhatunk közösen. Itt avval kezdi a 12. versben az adóssággal. Nem vagyunk adósai a testnek, hogy test szerint éljünk. Itt mi hívő emberek vagyunk együtt, illetve néhányan vannak, akik szeretnének megtérni, ha jól tudom, és hogy a legnagyobb probléma az, hogy a test szerinti életet fel kell cserélni egy lélek szerinti életre. Aki megtért, annak Krisztust kell követni, lélek szerint életet kell élni. A szomorú az, amikor a hívő ember adósa a testnek, és nem lélek szerint él, hanem test szerint. Tegyük fel magunknak, mint hívő emberek, akiket betöltött valamikor a Szentlélek, elhívott az Úr a gyülekezet építésére, elhívott az Úr a lelkek mentésére, hogy test szerint élünk, és adósai vagyunk a testnek. Nagyon sokszor úgy éljük meg, hogy igen, csak ezt is tenni kell, azt is tenni kell, amazt is tenni kell, és nincs lelki életünk. Azokban a családokban inog meg a házasság, ahol nincs lelki élet. Ugye én a jegyes előkészítőn, amikor még mindenki megvan róla győződve, hogy az Úrtól van a házassága, amit szeretne megkötni, mindig elmondom, hogy lelki élet nélkül nincs házasság, nincs hívő házasság. Ha én Krisztus gyermeke vagyok, akkor a felelősségem, hogy magamnak, a feleségemnek, egy szóval a családomnak biztosítsam a lelki életet. Szoktál naponta imádkozni a feleségeddel? Vagy úgy tartod, ez nem szükséges? Sokkal inkább az, hogy legyen anyagi, hogy minden meg legyen, és nem veszed észre, hogy elhidegültök egymástól, hogy olyan közömbössé válhatunk, és tulajdonképpen nem is a nagy bűnök miatt, hanem azért, mert adósai vagyunk a testnek. Itt nem szexuális dolgokról van szó, nehogy valaki félreértsen. Itt arról van szó, hogy csak a testi dolgok a fontosak.
Kérdeztem az egyik testvért, hogy ugyan bizony, miért nem jöttek a gyerekek a ligára? Hát nyaralni mentünk. Ugye a lelki alkalom már ki volt írva áprilisban, hogy mikor lesz, mindig júliusban szokott lenni, de Sándor bácsi mondta, nem ért rá eljönni, mert fontosabb volt a testi dolog. Én nem azt mondom, hogy nem kell elmenni, kellemesen kikapcsolódni, de annak is megvan a maga helye. De ha adósa vagy a testnek, hogy csak a testi dolog a fontos, akkor nem lesz időd se naponta a családoddal a lelki dolgokra. Itt elmondtuk a családos alkalmon azt is, hogy tulajdonképpen akiknek gyerekeik vannak, 15 évük van arra, hogy a lelki dolgokat biztosítsák a családnak, mert 15 éves gyerek már a családtól való leválás korszakába kerül, sokkal nagyobb hatással lesz a kortárs csoport, és sok minden más rá. Ha te nem élsz lelki életet, és nem biztosítod a tiéit szám, mert ha nem élsz lelki életet, nem olvasol naponta igét, nincs közösséged az Úrral, ugye ezeket az alapvető dolgokat mondom ezt, nem érsz el soha a közösségben, mert minden testi dolog a fontosabb, nem fogtad meg a gyerekeid kezét, hogy de gyertek a közösségbe, menjünk együtt Isten házába, szánjunk időt a lelkiekre, akkor kirepülnek, és egész életükben nem lesz lelki alapjuk, márpedig olyan világ következik, ahol lelkiség nélkül olyan dolgokba keverednek bele, amik miatt zokognak majd a szülők, és hiába bánják meg, visszahozni a 15 évet nem lehet. Mi Sándor bácsival, Isten kegyelméből olyan gyerekekkel foglalkozunk, akik 10 évesen drogfüggők. Ugye a gyermekifjúsági rehabilitációnak ez a lényege. És ha megkérdezed, hogy hogy kezdted el? Hát anyám dolgozott, apámnak minden más fontosabb volt, mint mi. Hát a haverok adtak, barátok voltak, pótolták a családot, és belekerültem. Nagyon-nagyon mindenben, nem csak a drogozásban, a rendőrségi ügyekbe belesodródik. És onnan visszahozni az Isten kegyelme, ha valakit is lehet. Tehát itt a 12. versben megkérdezi Pál apostol. Pál apostol mindig nyíltan beszél. Nem érdekli, hogy sértődik valaki meg, vagy nem, vagy magára veszi, vagy nem. Elmondja, mi a lélek üzenete. Testvérem, adósa vagy a testnek, vagy nem? Test szerint élsz, vagy lélek szerint? És nyilván azért van ez az alkalom, hogy lélek szerint újra visszatérhessünk, és meglássuk azt, amiben eladósodtunk. Mert ha test szerint éltek, meghaltatok, de ha a test cselekedeteit lélek szerint megöldökölitek, éltek. Vagyis van orvosság arra, és nekem kell megtenni, hogy a test cselekedeteit megöldököljem lélek szerint. Mit jelent ez? Hát be kell töltekeznem újra Isten lelkével. Első az Úr dolgai, és utána az Úr megadja azt a világosságot, hogy a régit, a testies dolgokat elhagyjuk, megöldököljük, és lélek szerint éljünk. Sokat szoktunk Sándor bácsival arról beszélni, hogy mennyire megszűnt a gyülekezetbe a hívogatás szolgálata. Hogy se a fiatalok, azelőtt, ha volt egy evangelizáció, akik jártak a Gizella útra, biztos emlékeznek rá, legalább 5-6-an megtértek, de lehet, hogy 20-an is kiültek az első sorban. Most valahogy ez megszűnt. Hogy miért? Mert nem hívogatunk. Közömbössé váltunk. Nem vesszük észre azokat, akiket az Úr azért tett mellénk, hogy elhívjuk. És hogy,
hogy vajon vezet engem az Isten lelke. Lehet, hogy valamikor betöltettél szent lélekkel. Lehet, hogy egy hónapban egyszer imádkozol lélek által, mert nagyon gyér az ima életed, nem tudom, de engem az Úr arra vezetett, hogy minden nap legalább egy órát imádkozzam a lélek által. És miközben imádkozok, megértek dolgokat, és az Úr tud vezetni. Úgy nincs lélek szerinti vezetés, hogy a testnek adósa vagyok. Úgy nincs lélek szerinti vezetés, hogyha nem öldökölöm meg. Ha nem teszem félre azokat, amik a legfontosabbak, és elveszik a lelki ekre szánt időt és lehetőséget. De az Isten lelke betölt, hogyha én megnyitom a szívemet, és ha megújulásról beszélünk, akkor mindenképpen a lelki életről kell, hogy beszéljünk. Rengeteg félelem, kételkedés van az ember életébe, az élet körülményei is ezt adják, akár betegségek, akár az időskor gyengeségei, akár a változások, ugye most is óriási életvitel változás előtt áll az ország a háború miatti hatalmas árdrágulás. Azon gondolkozom, hogy hogyan is fognak tudni kisfizetésű emberek biztosítani a legapróbb dolgot. Ez félelem, szorongás, egyre inkább arra ösztönöz, hogy testiképpen. Testvérem, engem arra ösztönöz, hogy Uram, hát eddig is eltartottál, hát te vagy az én mennyei atyám, gondviselő vagy, most is gondot fogsz viselni. Ezt most nem azért mondom, mert gondjaim vannak, csak hogy a hitbeli dolog nagyon fontos és nagyon lényeges. Ha én nekem valóban édesapám az atya, akkor mindenképpen a lélekkel kell betöltve lenni. Amint nem vagyok lélekkel betöltve, Isten olyan távoli lesz, és én meg olyan bizalmatlan leszek, hogy nem tudok hitben járni.